Szikora József, a Katolikus Rádió főszerkesztője ül velem szemben. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus, jó napot kívánok! Köszönjük szépen, itt van mindörökké, amen. A Gránátalma Íze című rádiójáték is az önök szerkesztésében, gyártásában készült. Mit lehet erről tudni, amellett, hogy milyen híres színészek adják a hangjukat ehhez a műsorhoz? Hát első sorban a szerzőt említem, Ugi Szabinát, aki fiatal költő, kiadói szerkesztő, költészetben már ért el, hogy mondjam, sikereket, de ez az első regénye, a Gránátalma íze, amelyből nálunk hangjáték készült. És a története az, hogy egy fiatal kolléganőmmel évfolyamtársak voltak a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, és amikor jegyzetírót kerestünk egy pár évvel ezelőtt, akkor ennek a kolléganőnek eszébe jutott Ugi Szabina, és Ugi Szabina kiváló jegyzetíró lett nálunk mindaddig, amíg el nem ment, mert más kötelességei lettek. Többek között talán éppen az, hogy Szicíliában volt dolga, és hát ez a regénye, ez Szicíliából meríti az ihletet, ott élő Erasmusos lányok története, illetve egy lányé, aki az Erasmusosok között van, és egy olyan, hogy is mondjam, csak dilemmába kerül az életében, hogy haza kellene jönni, mert az édesanyja beteg. És akkor az anya-lánya viszony igazában ahhoz már csak, tehát hogy egy anya-lány viszonynak a felnőttes alakulását megmagyarázza, kibontsa, ahhoz kerettörténettől használja ezt a szicíliai történetet. És amikor megszületett az ötlet, akkor pályáztunk, és a pályázatunk hála Istennek nyert, és így megvalósult a Gránátalma íze. De azért kevesebbet mondanék most erről, mert a felvételek a közelmúltban lezajlottak, de ez adásba csak valamikor a jövő évben kerül, meg lehet, hogy egy év múlva, vagy jövő tavasszal, tehát most a közeli jövőben. Azért érdemes mégis erről beszélni, mert most zajlanak a rádióban például Csukás István Süsüke című darabja, illetve a Süsüből egy átdolgozás, ahol a Süsü olyan kicsi lett, hogy Süsüke, készül egy hangjáték. Tehát egy csomó hangjáték munkánk van, ezek közül az egyik a Gránátalma íze. Adásba viszont most még nem kerülnek, ezek később kerülnek majd adásba a pályázat, illetve a pályázati szerződés keretében dolgozunk most ezeken. És ez tudatos választás volt egyébként a Gránátalma ízében Gáspár Kata és édesanyja játsza a regénybeli főszereplőt és édesanyját is, és ugyanígy nem csak azt számít, hogy minél szebb orgánum a hangja legyen valaki, hanem a lelkisége is ott legyen. Így fog átjönni a Katolikus Rádió hallgatóinak az egész történet? Mint hogy volt szerencsém szerkesztőként részt venni ebben a munkában, és bent ültem a stúdióban, amikor a felvételek zajlottak, és a szerzővel közös, hogy úgy mondjam, választásunk volt, Schnell Ádám rendező, akit megkértünk, és hát aztán ő mondta, hogy ha már anyalány a történet, akkor a valóság is legyen anyalány. És hát nagyon-nagyon érdekes volt, hogy nem dolgoztak még együtt, nem szerepeltek, hogy úgy mondjam, együtt, hanem is színpadi, de ez mégiscsak az első közös szereplésük. És a lány, Gáspár Kata azt mondta az anyjának a felvételek előtt, mikor még nem olvasta végig a történetet, de sejtette, hogy bizonyos veszélyek leselkednek a mamára, beteg. Mama, ha meghalsz, akkor én nem vállalom ezt a szerepet. Hát hála Istennek a darabban nem hal meg, ennyit elárulhatok. De így, tehát hogy tényleg, hogy mondjam, igen nagy jelentősége volt annak, hogy az anyalány szerepet valóságos édesanyja és leánya játsza. És gondolom, hogy a húsvéti időszak mellett a decemberi adventi ünnepkör is nagyon kiemelt a Katolikus Rádió hallgatói számára. Mivel készülnek nekik? Most megkértem a kollégáimat, hogy írtam egy kör e-mailt, hogy írjanak, hogy ki mivel készül. Persze ezt együtt tervezzük, de megpróbáltam egybe látni. Hát rész nem mindenki válaszolt, de így is itt van két papír a kezemben, ez összesen 4 A4-es oldal. Ez csak a maximum a negyede azoknak a műsoroknak, amelyek, hiszen hát napi 24 óra műsorból közel 16-10 valahány óra új, minden nap.
az az elvünk, részben jogszabályi kötelezettség is, hogy a műsorainknak mindig ugyanazoknak kell lenni. Tehát nem változik meg a műsorrend ünnepnapokon sem, hanem az adott műsorok, az aznap amúgy is elhangzó műsorok öltöznek ünnepi köntösbe, foglalkoznak olyan témákkal, amelyek az ünnephez kapcsolódnak. Természetesen a karácsonykor, a Szent Mise közvetítések, ezek felülírnak mindent, tehát akkor Szent Misét közvetítünk, éjféli misét közvetítünk, Szenteste és így tovább. A többi műsor viszont a maga helyén, a maga szokásai szerint megy, de ünnepi tartalmakkal. És hogyha megengedi, akkor ebből nyugodt, a puskáznék. Nyugodt, szeretném ebből a... kérni, igen, hogy mivel készülnek a kollégák. Csak ízelítőül, hogy például menekült gyerekek a mi iskoláinkban, az ezzel kapcsolatos beilleszkedési kérdések, mi segíti a hazai iskolákban a külföldi, nem magyar anyanyelvű gyerekek beilleszkedését, és milyen problémákat vet fel az, hogy ők nem értenek magyarul, hogy lehet a magyart, mint idegen nyelvet tanítani. Ez részben kapcsolódik, de hát Jézus úrunk is volt menekült kicsi korában, tehát ilyen módon kapcsolódik, vagy hát gyakori ez hátrányos helyzetben levő óvodák támogatása, Egy nő fogságban című filmmel kapcsolatos beszélgetés, adventi hétvégéig, Betlehemi jászol kiállítás, Caritas, lesz egy egész napunk, december 11-e, Caritas nap lesz, amikor reggeltől estig a katolikus Caritas témáival foglalkozunk minden műsorban. Aztán kitaláltunk egy olyat, ez az advent péntekjei, hal péntekek, és akkor a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet szóvivőjével beszélgetünk a hal ételekről és a hal evés kultúrájáról. Szent Miklós kapcsán, ugye már túl vagyunk Szent Miklós ünnepén, de még visszatérően is a papi, illetve püspöki viseletekről szól műsorunk. Aztán hát verskönyv, versműsorok, könyvekről, kedves könyveiről beszél például Spányi Antal püspök urunk, aki a Katolikus Rádió vezérigazgatója. Nemrég készült egy Czakó Gábor, illetve nemrég volt adásban Czakó Gábor a Kert című novellájából készült rádió adaptáció, mondtam már a Süsükét, Házi Muzsika című műsorunkban, bent a stúdióban muzsikálnak és énekelnek például K.L. Norbert, zongoraművész Rost Andrea, és folytathatnám Bubnó Tamás, akit bizonyára jól ismernek a hallgatóink, Koncsek Ildikó, az Esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója, az opera világában Haja Zsolt, Rácz Rita, ők mint család, tehát itt most olyan művészeket szólítunk meg, akik házaspárként művészek, és a gyermeküket is bevonják, szóval abba is hagyom Mikszát, Gárdonyi, Dosztojevszkij regényadaptációk, nem is tudom, hogy még tudnám folytatni, de és megint a papír kellene hozzá. Teljes mértékben a szerkesztőkre van bízva a szabad a választásuk, vagy összehangoltan és közös munkával a hallgatókkal, betelefonálókkal? Tehát, hogy az igényre válaszolnak, vagy át szeretnék adni, ami ott van bennük, és a lelkiséget a nézők is, a hallgatók is megértsék. Olyan kérdést vetett fel, ami tulajdonképpen az indulásunk volt a dilemma, hogy mi egy igényt elégítünk-e ki, vagy pedig amit belülről tudunk szakmai és ihlet alapján és egyebekben, azt mi átadjuk, és a kettőnek valamilyen ötvözete valósul meg. De inkább, hát dominánsabb az, amit mi magunk, hogy mondjam, kínálunk, és kevésbé is kapunk ilyen igényt. Megbeszéljük, természetesen heti értekezleteink vannak, aztán annál kisebb csoportok is külön munka megbeszéléseket tartanak. Ugyanakkor erre mondhatom, hogy büszke is vagyok, hogy a kollégáink maguk mondják, hogy egészen páratlan alkotói szabadságban vannak a magyar média világában. Tehát a katolikus média és a katolikus egyház büszke lehet arra, hogy szabadságban dolgoznak a munkatársai.
És nem csak az online világban vannak jelen, vagy a frekvenciákon, hanem most már ott vannak a mobilkészülékeinken is, hiszen egy mobil applikáció segíti a hallgatók dolgát. Radecki András vezérigazgató helyettesünk úgy szokta mondani, hogy legyőzzük a földrajzi akadályokat, és hát valóban így van, az a mobil applikáció, amely a közelmúltban készült el, és most már minden mobiltelefonon letölthető, és ingyen letölthető, és alkalmazható. Ez mindenütt, ahol internet elérés van. Lehetővé teszi a rádió folyamatos, valós időjű használatát, illetve hallgatását. Lehetővé teszi mindenféle műsor, már elhangzott műsor, archívumból való meghallgatását, aztán kínálatunkban vannak olyan zenei csatornák, amelyek egyházzene, könnyűzene, opera, szimfonikus zene és így tovább csomagokból folyamatosan zenét lehet hallgatni, és még sok más lehetőséget is nyújt. Igen, ez nagy újdonság és nagy új büszkeségünk. És a visszajelzések is gondolom ezt jelzik, hogy talán egy kicsit a fiatalabbokhoz ez az applikációs világ közelebb állhat. Ez kétségtelen, bár az én személyes tapasztalatom az, hogy a fiatalok nem pusztán a technológia miatt érdeklődnek, tehát attól, mert egy technológia bizonyos dolgot kínál, még nem feltétlenül fognak érdeklődni. Ugyanakkor például éppen középkorú barátaimtól hallom, hogy de jó, hogy azóta csak ezt hallgatom, és bárhol vagyok, viszem magammal, mert kétségtelen, hogy aki megszerette, annak a számára az óriási lehetőség, mert a földfelszíni sugárzás nem jut el mindenhova, sőt, hát viszonylag mondhatnám, hogy korlátos. Ez meg milyen értelemben szabadságot ad a mobil applikáció. De hát azt reméljük természetesen, hogy a fiatalok is érdeklődnek ez iránt, a műsor iránt, azzal a tapasztalatom, hogy belenőnek. Tehát a tizenévesek, 20-as éveik elején járó kevésbé érdeklődnek, aztán 30-as éveikben már hallgatóvá válnak, akár mobil applikáción, akár földfelszíni sugárzás által. Még annyit elmondanék, a hírszerkesztők is megkapták ezt a kérést tőlem, hogy ők milyen decemberi, karácsonyi, adventi pluszt tesznek, és akkor azt válaszolták, hogy minden műsor, hírműsor mellé oda tesznek egy hópelyhet. Ez persze természetesen vicc, a mi szlogenünk az, hogy öröm hír mindenkinek, és így is gondoljuk, és az egész műsorunkkal ezt szeretnénk, az evangélium öröm hírét szeretnénk sugározni. A napi hírekben nem mindig csak öröm van természetesen. A hópihéjét oda tesszük, meg azon kívül mondjuk reggel, délbe, este, hogy jó reggelt, jó napot, jó estét kívánunk, és mondjuk azt is, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, és ezzel reméljük, hogy olyan keretet adunk, amiből kitűnik ez az üzenet, hogy örömhír mindenkinek. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, megosztotta, további szép munkát és áldott ünnepeket kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus. Én is köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus, és sok áldást kívánok a Bonum TV munkatársainak és hallgatóinak is.